Az oromparti tanyavilágban villanyárammal működtetik a vízpumpákat és az öntöződobokat. Ennek köszönhetően a vidéken évtizedek óta termesztenek különféle zöldségféléket. A Borgyoski házas pár idén 12 katasztrális holdnyi területen vetett horgosi 6-os fűszerpaprikát. Június óta folyamatosan öntöztek, ezért holdanként 10 tonnányi termésre számítanak. Lenni lesz haszon rajta, de nem az, ami ez a rengeteg kézi erőt belefektettünk, az nem térül meg, olyan többet várok különben, vagy több külön, hogy maradjon jövedelem rajta. Orompartról a Martonosi Telekpaprika feldolgozó üzembe szállítják a termést. A cégnek már 10 év óta termesztenek különféle fűszernövényeket. A feldolgozó a szerződés kötéskor megállapított felvásárlási árat az alacsonyabb termésmennyiség miatt módosította. Jelenleg kilogramonként 42 dinárt fizet az első osztályú paprikáért. Nagyon szép színük van, én bízok benne, hogy szép örleményt tudunk majd belőlük előállítani. Igaz, kevesebbet, de legalább a minőség jó legyen. Azt tudjuk csinálni, hogy rögtön kifizessük, tehát ahogy behozzák az emberek, másnap átutaljuk a számlára a pénzt. A másik része viszont megpróbáljuk őket rábeszélni, ha ugye egyeznek vele, hogy a másodikat tesz egy kombája. A második szedés alkalmával a bokron jóval kevesebb a paprika, és ezért a kézi szedés helyett előnyösebb azt lekombájnozni. A cég tulajdonos elmondta még, hogy a bérmunkában lekombájnozott paprikáért kilónként 20 dinárt kap majd készhez a földműves, amennyiben az átadott terményének a 75%-a érett és piros lesz.